Na szevasztok! Kipróbálom a legújabb SJK Mesé 8 Pro kamerát, ami 4K 60fps-re képes. Nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz a kép és hangminősége. Ez mind a beépített mikrofonon keresztül jön ez a hang. Elméletileg jó kell, hogy legyen. De nézzük is meg, most ez egy ilyen úgymond vlog-szerűség lesz. Hát akkor lőjük be először a hajunkat. Itt van amúgy maga a kamera. Jól néz ki, mi? A kis fekete. És itt vagyok én. Jó, hát akkor lőjük be először a sírót. Na, meg is vagyunk. Wow. Yeah. Meg az ujjamon ott maradt belőle egy pici, de hát ez van. SJK-am kamerához. Hát csak SJK-am monopod dukál, nem gyerekek? Ennyi volt a doboz. Ott meg mögöttem egy másik régi számítógép. SJK-am eredeti monopód, és akkor ezzel tudom majd a kamerát használni. Stockban engedi majd rárakni. Na mondjuk a tok az viszont meg leszabályozza a mikrofonját. Nézzük meg, hogy még van esetleg itt valami. Azért gyerekek, itt nem szarra a gurigázunk, hanem SJK-ammal. És azért az SJK-am csomagolásában azért csak van itt egy átalakító, amit ezt ide rárakjuk, és meg is van a vlogger szettünk. Illetve amink még van. Egy jó kis SJK mikrofon, ez is majd jó szolgálatot fog tenni az idők folyamán. Jó, hát akkor használjuk ezt. Na, így azért már is jobban néz ki a történet. Most sétálok itt a Wolf kriptához. A többiek remélhetőleg már itt is vannak. Meg az eső is mindjárt leesik kb. Úgyhogy nagyon örülök neki. A többiek, ahogy látom, valahogy bementek hátul. Hogy nyitva volt a kapu? Nézzük meg a kaput. Nem kell kulcs, nyitva van a kert. Szevasztok! Szevasz! Hajnal jó! Remek Nobber! Szevasz! Most elmegyünk a kripta kulcsáért, hogy be tudjunk ide jönni ebbe a csodás épületbe itt mögöttem. Látod? Baromi jó. Igen, azért durva, hogy mennyire leélték ezt a temetőt. Néhány a sírkövet így megmentettek, de azért ez így elég durva állapot, ja, hogy így... Mondom, ott is ez pálcok el van bújva, meg igen. Három. Meg igazából az furcsán, hogy ezt a területet külön így meghagyták ennek elkerítve. Jó napot kívánok! Kulcsügyben jöttünk. Kulcs is jönnek, érted? Igen. Tehát maguk azok, tehát igen. Jó helyre adom. Igen. Jön a kulcs, jó van, oké, rendben, akkor így van, most forgatjuk le. Jó, rendben, oké, szervusz. A házőrzők. Na, meg lett a kulcs. Megyünk felfedezni a kriptát. Mindjárt indul a drónos felszállás. Ez milyen iPhone? Vagy az iPhone? Eső. Igen. Hát azzal látjuk a képét, nem? De neked is ese van. Ese. De ez ilyen izé, ne szopass, ez nem ese. De nincs rajta stock, ese. Hát nekem is ese van, ugyanúgy néz ki. Nekem is. Csak más a igen, tok nélkül más. Így néz ki tok nélkül. Meg fólia sincs rajta. Tokkal vetted, aztán azóta nem volt izé. Ezt sem vettem még tokból. Még milyen fura tok nélkül. Igen, egy kicsi telefon. Igen, de eddig úgy tényleg, ma tesztelem először ezt a kamerát, mert talán egy hete vagy kettő érkezett, és... Ez alapból vizálló, mint a hatos, vagy nem? Kell hozzátok, és a mikrofonját nagyon szeretem. Igen. Így most így beépített mikrofonnal. Fölraktam 10-esre, már torzította annyira túlvezérelte, most 9-esen van, az elvileg jó kellő legyen. A GoPro 5-6-ban annyira elbaszták a mikrofonnal, mert most a 4-ben 2 darab volt,
az 5-6-ban meg már 4 darabban. És hogyha bármit hozzáérsz valami ilyen tokba belerakod, már olyan doboz hangja van, hogy egyszerűen használhatatlan van. Igen, hát ilyen... Nem tudtam füvet nyírunk. Ja, elvileg most látjuk magunkat a kamerát. Azt mondja, hogy veszed is, vagy? Nem, hogy ezt még nem. Majd akkor tényleg azt kell, hogy itt fentről indulsz, és akkor így, ahogy mi itt állunk így a kripta előtt, és már nyitjuk, tudod, és majd így összevágjuk, vagy nem tudom, azt szerinted. Nyugodtan menjél fel magasra, csinálj ilyen köröket, tehát nem tudja, hogy csinálod meg. My body is a... el, és akkor utána mi itt leforgatjuk a maradék dolgokat. Úgyhogy akkor szevasztok! Sziasztok! Most ment le a live, amiből láthattatok is egy kisebb részt. Most ismét itt bent vagyok a kriptában. Vesszük még fel a maradék jeleneteket. Azért így nagy látószögben így jól néz ki. Kérjük, vigyázzanak, az ajtók zárultnak. De ez még csak a hajnali árat. A kulcsok. Képzeld el, meg akartam forgatni, nem tudom, hallom, biztos hallottál, csomószor volt róla cikk a Ifi Kápolna. Egy ilyen remete második világháború után visszahúzódott, és csinált magának egy kápolnát, és annak a leszármazottával akartam csinálni egy interjút, tegnap előtt meghalt. Szóval ez elég morbid. Annak ilyenek, ja. Mert ugye találkoztam vele, meg ismertem is. Ez a durva, hogy itt minden elolvasható így, név szerint. Milyen ez? Valami János. Szinte mintha nem is magyar lenne ez, mondjuk már annyira megroncsolódott. Mondjuk polgári temető volt. Jó. Azt hiszem meg vagyunk a forgatás lényegi részével. Most jön a izé leszállás. Megvolt a délutáni fűnyírás. Most ment el a drónos barátunk. Már nem is látszik. Sok drónos videó készült, és most így a forgatási szünetben gyorsan bedobunk egy kávét, vagy energiaitalt, vagy valami üdítőt. Aztán ma még megnézzük a nagy tétényi temetőt, mert úgy döntöttünk, hogy még kell azért valami anyag. Itt a jó kis üdítő. Szörpkóla. Ja, igen. És ezt le tudom ide tenni, ezt tudom használni? Bekötöm magam, mert hát videóban nem vagyok bekötve. Ott a rendőr. Rendőr bácsi, nincs bekötve! Hát most már mindegy. Megúsztad. Ahogy itt a való világ villa, hogy egy kis kultúrát is lássunk ma itt balra. Ez. Az a való világ villa, aha. Ja. Hát én itt még voltam 2008-ban. Akkor még arrébb volt a villa. Az utolsó pár széria volt csak itt. Akkor a RTL-nek a székháza. Igen, most külön rakták. Ja, igen. Igen. Iránya, csodálatos nagy tétény. Majd itt le is lesz zárva. Hol nincs lezárva? Közben kijöttünk ide nagy téténybe.
megnézni még egy plusz temetőt. Hát kicsit falakba ütköztünk, mert ilyen veszélyes terület, meg elzárt terület. A zsidó temetőből egy apró részletet még itt meg tudok mutatni nektek. Így néz ki a temető közben. Ez a nagytétényi temetőnek a zsidó temetője, ami teljesen elhagyatott. Gyakorlatilag négy fallal itt végig be van falazva, sehol nem tudsz bemenni. Tehát ez a legnagyobb érdekessége, hogy abszolút se gondozás, és se ki, se be. Úgyhogy itt zéró minden. Úgyhogy gyakorlatilag itt ennyi is. Lassan a nap is lemegy, már 5:30, úgyhogy ennyi lett volna ez a kis rövid napi vlog. Hazaérkeztünk a forgatásokból, Gyula még megy tovább. Urbexelek egy roncsot még. Igen, még van mit vadászni, és hát akkor iratkozzatok fel, és persze a like sem maradhat el. Én Knobber voltam, ő pedig Gyula volt. Puszi. Szellemvárosok blogtól. Szevasztok!